A járókelő kutató az elsőserg és a járókelő közösen fejlesztett weboldala, amivel az ország minden pontjáról gyűjthetünk adatokat. A járókelő közterületi problémák bejelentésére alkalmas felületét alakítottuk át civil tudományos eszközzé. A beküldött leírások nyilvánosan fotók kíséretében jelennek meg a felületen. A weboldal így alkalmas bármely témában új kutatások és felmérések befogadására. A civilek által indított első projektek a jól bevált kertészeti és gazdálkodói gyakorlatokat mérik fel. A tervezési és fejlesztési folyamatba bevontuk a kutatásokat kezdeményező gazdálkodókat, civileket, kutatókat és önkénteseket is, annak érdekében, hogy az online felület minél szélesebb körben használható legyen. A fajta tesztelés eddig a Magház hálózatán belül működött. A járókelőkutató fejlesztése arra ad lehetőséget, hogy tagjaink és önkénteseink is bekapcsolódjanak a munkába. Segítségükkel adatokat tudunk gyűjteni különböző tájfajtákról, szabadfajtákról és ezek termesztéséről az ország minden területén. Így tudunk együtt új tudást létrehozni. A Magyar Permakultúra Egyesületnél a gyümölcsészet hálózattal közösen kezdtünk azon gondolkodni, hogyan, milyen eszközökkel lehet a gazdálkodók gyümölcsészetet gyakorlók tudását, megfigyeléseit és tapasztalatait összegyűjteni, akár tudományos igényességgel is. Az egyeztetések alapján a járókelőkutató a szöveges, vizuális adatok befogadására, egységes és felhasználóbarát kezelésére és a kerti kutakodások, azaz a jó gyakorlatok és gazdálkodói megfigyelések megosztására alkalmas eszköznek találtuk. Gazdálkodóként kezdtem el csapadékméréssel és tudatos vízgazdálkodással foglalkozni. Mindig is érdekelt, hogy mások milyen módszerekkel dolgoznak, fontosnak tartom a tudás megosztást. A vízőrző a gazdálkodói tapasztalatok és a csináld magad eszközök megosztására jött létre. A járókelő kutató rendszere lehetővé teszi az országos lefedettségű tudástár kialakítását. A járókelő kutató fejlesztése nem a megszokott megrendelő-fejlesztő kapcsolatra épül. A szerteágazó igények és tapasztalatok megvalósítása teszi igazán izgalmassá a folyamatot. A közeli együttműködésen alapuló fejlesztés ugyan lelassítja a folyamatot, de a végén büszkén vállalhatjuk, hogy a platform az ötletadó gazdálkodók, civilek és kutatók elképzelését tükrözi.